forog. Igen, pörög. Oké. Csapó. Burján Zsigmond rendező és a stáb, valamint a színészek a Covid időszak leállásai után ismét munkához láttak, és gőzerővel készítik a Csak még egyszer előre folytatását, a Szétszakítva című filmet, amelyet, ha minden a tervek szerint halad, jövő nyáron láthat majd a nagy közönség. Bár folytatásról beszélünk, a rendező azt mondja, a második rész megértéséhez nem feltétlenül kell ismerni az első rész történéseit. Úgy van elkészítve a film, hogy aki azt nem látta, az is tudja, hogy érti, hogy miről van szó. Itt nagyon fontosak azok az emberi értékek, és azok az értékek, amiket megpróbálunk közvetíteni. Ugye ennek a filmnek az utolsó jelenete az 1920. június 5-e, azért június 5, mert akkor jelenik meg a székesfehérvári Frissúságban egy cikk, hogy aláírták a trianoni békediktátumot. Tűzkő Sándor színész az első részhez hasonlóan a folytatásban is Márkosfalvi Sipos Gyula ezredest, a királyi 17-es honvéd gyalogezred legendás parancsnokát alakítja. Kérdésünkre válaszolva Tűzkő Sándor elmondta, hogyan készül régi új szerepére. Semmiképpen sem viselkedek úgy otthon, mert akkor a lányaimat ugráltatnám katonai vezényszavakkal. Én megnéztem az első részt most még egyszer nyáron, meg amikor elkezdtük ezt forgatni, akkor is megnéztem, és azért sok minden visszajött akkor abból a karakterből. Egyébként meg egyszerűen csak egy kicsit magamban vagyok, meg magammal vagyok jelenetek előtt, mondjuk tegnap, és úgy agyban kicsit átgondolom, hogy volt ez. Győri Mihály a 17-es honvéd gyalogezred katonáját játssza el a filmekben. A színész a feldolgozott eseményeket minden magyar számára általános szívfájdalomként apostrofálta, valamint nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy szerepelhet a produkciókban. Az első filmhez képest itt az a változás, hogy most egy elválás kell a úgymond a felettesemmel, egy apa archetípussal meg eljátszanom, és ezért ez sokkal mélyebben érint, mint a korábbi szerepek. A Szétszakítva című film bemutatója a tervek szerint 2022. június 4-én várható.